Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás, egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a hétvégi jóslást, például, ha tudni akarod, milyen lesz a következő hétvégét, vagy ha tudni szeretnéd azt, hogy ő mit csinált a hétvégén. Ennek a díja, mint minden jóslásnál, 4000 forint. És most megnézzük azt, hogy mi történik pénteken. Itt ez a hajó szimbolizálja a reményt. Megvan arra a remény, hogy találkozzatok a nyilvánosságon, vagy hogy ő felvállaljon téged a nyilvánosságon, és itt látható a szerencse. Amit a csillagok még jelentenek, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, és ez lehet a nyilvánosságon egy találkozás, és megvan hozzá a remény. A hajó jelenthet külföldi kapcsolatokat is, például internet kapcsolatokat, és akkor megjelenik itt a nyilvánosság, sőt, a szerencse. Lehet, hogy most megismerkedsz valakivel az interneten keresztül, és ez a kapcsolat szerencsét hoz. A hajó jelenthet egy utazást is, hogy lesz egy meghívás, és szeretne ő elutazni veled valahova, vagy ha távol él, akkor szeretne meglátogatni téged. Szombat itt látható. A kassa el tud vágni valamit. Ezáltal le tudsz zárni bizonyos dolgokat, vagy bizonyos kapcsolatokat. Ez lehet az is, hogy elküldenek a munkahelyedről, vagy te mondasz fel, de akkor itt már megvan a nap, a siker és egy új szerződés. Tehát nem kell megijedned ettől. Amit a kassa még jelenthet, hogy történik valami ezen a napon, amire nem számítottál. És itt a nap akkor megvilágít bizonyos dolgokat, mert valaki szeretne tisztázni veled valamit, lesz egy hír. A nap jelentheti azt is, hogy valaki itt találkozni akar veled, hiszen a nap az jelenti a vonzalmat, vagy megvilágít téged, láthatóvá tesz téged, és ez lehet egy találkozás is. Ebben az esetben a levél az egy meghívó. Vasárnap. Itt a hegy jelenthet hegyvidéket is, de gyakran korlátozásokat, nehézségeket, és itt megjelennek a halak. Ezek anyagi gondok vagy problémák a munkahelyen. Sőt, itt látható az ostor, ami fájdalmas, hogy valaki megbánt téged, mert anyagilag ki akar használni téged. Vagy a halak jelenthetik a belső értékeket is, és mint látható, itt vannak nehézségek, sértődések, hogy nem kapod meg az elismerést, hogy valaki nem értékel téged úgy, ahogy tulajdonképpen megérdemelnéd. Persze lehetnek anyagi nehézségek is. És ez volt a hétvégi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak,
ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderra!